Párosával lista alapján kezdték el összerakni azt a 190 csomagot, melyet a bátaszéki rászoruló családok kapnak majd húsvét előtt. A Városi Gondozási Központ folyamatosan nyomon kíséri az itt élő, hátrányosabb helyzetű emberek életét. Boros Zsuzsa, a központ vezetője elmondta, a koronavírus járvány miatt egyre többen vannak a nélkülözők. Most 20-szal több családnak segítenek a tartós élelmiszer csomaggal, mint a karácsonyi adományozáskor. Igyekeztünk úgy összeállítani, hogy hasznos dolgokat tegyünk a csomagba, de azért belecsempésztünk egy kis édességet is, egy kis boldogsághormont is a családoknak. A csomagok étolajat, tésztát, cukrot, lisztet, ételízesítőt, májkrémet, és hát amire azt gondolom, hogy nagyon fognak örülni, egy kis kötözött csonkát is fog mindenkinek tartalmazni. Bozsolik Róbert elmondta, hosszú évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat az ünnepekhez kapcsolódóan meghirdet egy adománygyűjtési akciót. Megszólítja a bátaszéki embereket és vállalkozókat, hogy akinek van lehetősége, próbáljon segíteni. Nyitott fülekre találtunk itt a húsvéti adománygyűjtő akció keretében is, hiszen többen megmozdultak és többen anyagilag segítették ezt az akciót, aminek eredményeként mintegy 190 család számára tudunk húsvét előtt néhány nappal így 9000 forint összértékű csomagot biztosítani. A gyűjtésen mintegy 950 ezer forint gyűlt össze az adományok vásárlására, a fennmaradó összeget közel 800 ezer forintot pedig Bátaszékváros önkormányzata egészítette ki.